február 10-én rendezték meg a 9. Vasadi Hagyományőrző Böllér Fesztivált. A sertések hagyományos feldolgozása mellett kézműves vásár, népi fajátszótér, fafaragó bemutató, pónilovagoltatás, a település bejáratánál pedig a szépítő kezek csapatának Böllér hívogató dekorációja várta a rendezvényre érkezőket. A napot egy fergeteges böllérbállal zárták. Marton József Zoltán polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd a fesztivál fővédnöke és egyben a térség országgyűlési képviselője Pogácsás Tibor vette át a szót. Jó reggelt kívánok és mindenkinek, most már nem is tudom, hanyadik, 9. Böllér Fesztivál, amin itt lehetek és a megnyitón részt vehetek. Én ellentmondanék a polgármester úrnak azért abban, hogy az időjárást nem feltétlenül érdemes szapulni. Február elején egészen jó, nem is igazán disznóvágási idő van, hiszen azért az sokkal inkább hidegben volt annak idején szokás, de hát azzal főzünk, ami van, és hát úgy látom, hogy itt lesz mit aválni, meg lesz mit darabolni. Én jó munkát és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Arra mindenki ügyeljen, hogy a kések csak ott járjanak, ahol feltétlenül szükséges. A vitákat, azokat ne. Ezekkel az eszközökkel zárjuk le, inkább mondjuk szkanderbajnokságban vagy pálinka megmérettetésben, tehát sokféle módon lehet vitákat rendezni, de hát nem szokás itt, úgyhogy ez csak egy rossz félrevezetés volt, vagy felvezetés volt. Tehát jó munkát, jó versenyzést kívánok mindenkinek, és jó szórakozást a mai napra. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mint ahogy képviselő úr mondta, a 9. Hagyományőrző Böllér Fesztivált nyitottuk meg a mai nappal. A mai napon 8 csapat méretteti meg a tudását, reméljük, hogy kellő eredményt fog mindenki elérni, és elégedett lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy mindnyájunk nevében nagy-nagy szeretettel köszöntsem a testvértelepülésünkről hozzánk érkező kedves vendégeinket, Sepsi Bükszádról, Bács Csaba Márton polgármester úr vezetésével. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük, itt vagytok. Varsolcról, Bréda Lajos polgármester úr vezetésével a varsolci csapat, Gátról, Kárpátaljáról, ugye mindnyájan tudjuk, hogy kicsit viszontagságos a hozzánk kiutazás, de ennek ellenére polgármester úr vezetésével itt vannak Dancs István polgármester úr. Nagy tisztelettel köszöntünk benneteket, illetve nagy szeretettel köszöntenénk a Marcell házi kedves vendégeinket, nagy tisztelettel köszöntenénk körünkben Magyar Zoltán urat, aki a Magyar Országgyűlés labdarúgó válogatottja szövetségi kapitánya, illetve a Ferencváros, a Magyar Olimpiai és Nemzeti Válogatott korábbi igazgatója. Mind ahogy minden Böllér Fesztiválnál egy szakmai zsűri állt fel, engedjék meg, hogy én felolvassam a titulusokat és a neveket. A Csányi Sándor Gulyás király, a Szolnoki Gulyás Fesztivál főszervezője, Magyar Gasztrokulturális Műhely alelnöke. Wilhelm György, mesterszakács, a gasztrokulturális műhely zsűri elnöke, a Ceglédi Ungvári Szakiskola szakoktatója. Illetve ugye Kispár Gábor urat nem is kell bemutatni, hiszen a szomszéd település ceremónia mestere, így van. Tisztelettel köszöntünk téged is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy. A megnyitó végén a zsűri elnöke jó tanácsokkal látta el a csapatokat. Amíg a sertések feldolgozása folyt, addig a községházán várták Böllér Fesztivál legízletesebb süteményét és a legjobb pálinkáját. Kint a téren pedig fajátszóház, pónilovagoltatás, kézműves vásár és fafaragó bemutató is várta a kilátogatókat. A katolikus csapat tagjától megtudtuk, hogy hogyan készül a pecsenyehús. Hát ez azt hiszem, hogy titok, ezt nem szabad elárulnom, de hát minden jó házi asszony, illetve hát a férfiak is szeretik a tárcsán vagy roston sütött tarját készíteni. Tudják jól, hogy egy jó pácolás, tehát valójában az igazán jól elkészített tarja az nem egy valódi disznótoros étel, hanem az már egy korábban levágott disznónak az ajándéka. Mi is már napokkal ezelőtt rendesen bepácoltuk, tehát készítettünk egy egészen komoly, sokféle fűszerből és mindenféle jóból álló pácot, abba elhelyeztük a tarjaszeleteket, és most sütjük, hogy frissen, finoman meg lehessen enni itt a Böllér Fesztiválon. Egyáltalán nem mindegy, hogy zsírosabb az a tarja, vagy egy kicsit húsosabb, de a lényeg az, hogy a jó pác az mindenképpen nagyon fontos, és hát mindenki ragaszkodjon ahhoz, amit szeret. Van, aki csípősebben, fűszeresebben szereti, van, aki kevésbé. Ez ízlés kérdése.
mi az, amit még esetleg a mai nap folyamán készítettek, és olyan különlegesebb? Hát valójában az elvárás, hogy a hagyományos disznótorzsokat készítsük, tehát készítünk hurkát, kolbászt, akkor töpörtyűt is sütünk ki, illetve mindenféle olyasmit, amit ugye a disznóból lehetséges. Megpróbáljuk a hagyományokat őrizni, illetve közösen is készül toroskáposzta, orjaleves, amit beösszeadtuk az alapanyagokat minden csapat. Én azt hiszem, hogy bárki megtalálja a kedvére valót. Már a reggelinél olyan finomságokat tálaltunk, illetve egészen késő estig mindenféle étkekből van lehetőség kóstolni. Azt hiszem, hogy aki idejött Vasadra most idén is a 9. Bőlérfesztiválra, az kiválóan érzi magát, és megkap mindent, mi szemszájnak ingere. A lovasok csapatának tagja a hurka és kolbász készítés rejtelmeibe avatott be minket. Ez alapból a nevében van, mert vasadi. Hát ez különlegesen készül, mindenkinek a saját receptje szerint. Vasadnak is van egy saját receptje, az szerint készülnek a vasadi hurkák. Ezért jobbak, és beleteszünk mindent, apait és anyait. A mai nap hányan sütötték a hurkát, illetve hányan készítették a hurkát? Hát a csapat készíti a hurkát. 8-10 voltunk, aki intenzíven dolgozott, de ennél sokkal többen is vagyunk, de a hurkát kb. 8-10 készítettük, vagy készítjük, még nincs is teljesen kész. Ilyenkor minden részét a disznónak felhasználja? Tehát mindenből készül valami finomság? Igen, igen, mindenből készül. Mi töltünk a saját belébe is hurkát ma. Sajnos még az nincs kész, nem tudjuk megmutatni, de ha későbbiekben erre tetszenek jönni, meg tudjuk mutatni azt is. Mi a legkedvesebb folyamata ebbe a disznóvágásba? Tehát melyik az a rész, ami a legjobban tetszik? Hát a malacpecsenye evése. Mi az az étel, amit a mai nap folyamán fognak majd készíteni, és egy kicsit különlegesebb? Hát egy vasadi toroskáposztát készítünk gerslivel, ami bizonyára abban a fényes fazékban most készül, és az az egyik kedvenc ételünk. Az itteni recept szerint készül ez is. Mit jelent az, hogy itteni recept? Itten másabb? A hagyomány. Tehát minden tájegységnek van egy saját tossága, ez a vasadi, ez a idevaló recept szerint készül, én a nagymamámtól néztem ezt el. A csapat összetétele inkább férfiakból vagy nőkből áll? Hát itt családokról beszélünk. Hát a lovasoknak általában van mindenkinek felesége, gyereke, úgyhogy ez egy ilyen perfekt. Mindenki. 9. alkalommal rendezik meg Vasadon a Bőlérfesztivált, ahol is zsűritag. Mi szerint zsűrizik az ételeket? Hát az ételeket többféle szempont alapján zsűrizik. Hoztam a puskát. Nézzük a legjobb díszítést, a tálalást, az ízhatást, a textúrát, a fűszerezést, a legjobb hurka kolbászokat, és a legjobb összhatást, a legjobb pecsenyét. De zsűrizünk édes sütit, pogácsát, hájas sütit, és pálinkát. Most lett vége pont a pálinka kóstolónak, én csak öntöttem, az ízek már itt vannak a ruhámon, tehát azt látni. Pálinkás porot kaptam ajándékba, de azt nem mertem már megkóstolni, de 16 féle pálinkát kóstoltattunk a testvér települések polgármesteré, ők díjazták a pálinkát. Mennyire volt nehéz most a zsűrizés? A zsűrizés, hát például a miénket hozták a reggeliket, változatos volt. Hát sajnos volt benne kemény máj is, meg annyira puha, annyira finom. Tehát itt is meg volt mindenben, mind a májba és mind a sültvérbe, mert sültvért is hoztak. Nagyon finomak is voltak, meg egy-kettőt nem kellett volna behozni. Volt esetleg a nap folyamán olyan étel, amire úgy rácsodálkoztak, mert annyira különleges volt? Igen, szamárkolbászt kaptunk. Egyik reggelinél én ilyen finomat még nem ettem. Mi az, ami a vasadiakat megkülönbözteti más településektől ízben? Ízben nem tudom hirtelen, mert ahogy kimondtad a kérdést, rögtön az volt, hogy annyira, akkora család Vasad, és olyan jó itt lenni, tehát nekem mondorinak ide átjönni mindig nagyon jó esik, mert itt egy nagy család van, mindenki úgy köszön, mint ha tegnap láttuk volna egymást, pedig csak a focipályán találkozunk meg a rendezvényeken, de nagyon jó. Az ízek szerintem hasonlók, mint Monoron, tehát oda tudom hasonlítani, teljesen azaz elfogadott ízesítések vannak, nincs ilyen nagyon szélsőséges, különleges ízítés, na de hát majd jönnek még majd a lesz káposzta, toroskáposzta, valaki levessel készül, tehát sokféle étel jön még majd be, amit meg fogunk kóstolni. Süteményeknél mik voltak a főbb jellemzők, inkább a pogácsák, vagy az édesütemények? Hát voltak pogácsák, itt is volt, amit nem kellett volna behozni, de találtunk nagyon jókat,
itt ugyanúgy mindenhol. Tehát voltak olyan hájasok, hogy sajnos nem jött fel a hájas tészta, volt olyan szép ropogósodnak, olyan finom volt a beltarrattalom, hogy öröm volt enni. Tehát azt végig megettük rendesen. Tényleg jó, és ettük meg, mikor általában csak tényleg egy falatot teszünk, mert nagyon sokféle van. És harmadik kategória, pálinka. A pálinkánál volt egy-kettő, annyira jó illata volt, hogy öntöttem, mondom, na milyen, és nem biztos, hogy ő kapta meg a legtöbb pontot. Sokan voltak a zsűribe, talán 2-8-an voltak a zsűribe, és általában 8 féle pont született. Nagyon ritka volt az, amikor ugyanazok a pontok. 1-től 100-ig pontoztuk egyébként, tehát mindenki 1-től 100-ig pontozott, és nagyon-nagyon jó volt egyébként. Jó hangulat is lett, hát 16 pálinkánál már jó hangulat tud lenni. Polgármester úr összegezte a rendezvényt, ami jó, azon nem változtatunk. A 9. Böllérfesztiválot tudtuk az idei évben, a mai napon tető alá hozni. Ugye ezt korábban megelőzte egy egyeztetés, mint 9 alkalommal eddig, mindig korábban. Már akkor látszott, hogy siker lesz a rendezvényen, hiszen korábban 5-6-4 csoport indult, a idei évben 8 civil szervezet, illetve magánszerveződés indult a Böllérfesztiválon, és 8 csertés dolgozunk föl. Ebből is látszik, hogy nagy sikere van a rendezvényünknek, illetve várták a helyi lakosok, illetve a kedves vendégek. Testvértelepülésünkről érkeztek vendégek teljes létszámmal, ilyen még talán nem is volt mostanában, hogy mind a 4 testvértelepülésünkről képviseltetik magukat polgármester úrak vezetésével. Én úgy érzem, hogy egy sikeres napot tudtunk eddig tető alá hozni. Én bízom benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát a nap hátralévő részében, illetve a bál folyamán is. A menete mindig ugyanaz a böllérnapnak, tehát reggel megkapják a sertést, fel kell dolgozni, és az estét egy böllérbár zárja. Igen, tulajdonképpen az első alkalomtól kezdve ez a szortiment tulajdonképpen. Nem is nagyon tudunk rajta változtatni, mert az igények ezt diktálják felénk. És ahogy a háttérben is lehet hallani és látni, hogy autentikus a rendezvény. Igen, autentikus rendezvény. A lovaskör is képviselteti magát, és a lovasok is itt vannak a körünkben, és hát csillogtatják a tudományukat. Milyen kísérőprogramok vannak még? Igen, ugye próbáltuk egy kicsit színessé tenni a rendezvényt, hogy a gyermekek is magukénak érezzék, és kihívást érezzenek, hogy eljönnek erre a rendezvényre. Úgyhogy lovagoltatás van, pónilovagoltatás, illetve népi játékokat vonultattuk fel, valamint édességeket lehet kapni, és hát minden olyan dolog, ami a gyermekeket kihozza erre a rendezvényre. Mondhatjuk azt, hogy ilyenkor apró nagyja itt van a községnek, viszont nagyon sok a látogató, akik ugye nem vasadiak. Igen, természetesen őket is nagyon nagy szeretettel látjuk. Ez egy kicsit promotálja a mi településünket, hogy mi még a régi értékek mentén vagyunk, megbeszéljük egymást, tiszteljük egymást, és ha összefogás van, akkor egy ilyen sikeres rendezvényt tudunk tető alá hozni. Ami kuriózum, ugye a mi rendezvényünkön, hogy itt minden ingyenes, ez továbbra is. Amikor összeülünk, hogy megszervezzük ezt a rendezvényt, kérdések végeredménye mindig az válaszként tulajdonképpen, hogy ez a rendezvényünk legyen ingyenes. Mi a jövő? Lehet-e esetleg ezt még valahogy bővíteni, fejleszteni ezt a rendezvényt, vagy ez így jó, ahogy most van? Hát én úgy érzem, hogy ez így jó, ahogy van, de természetesen mindig vannak másféle igények. Mi próbálunk az igényeknek megfelelni, és hát olyan attrakciókat, olyan programokat beleszőni, ami még népesebb számba kivonza a települési lakosokat, illetve a környékbeli kedves vendégeinket. Végül, de nem utolsó sorban arra voltunk kíváncsiak, hogy kinek a szava dönt a konyhában, a férfié vagy a nőjé? Mindig a nőjé. Egyértelmű, hogy a férfiaké. Én szerintem a férfié. Ha rám lennétek kíváncsiak, nálunk az enyém, de egyébként mindenhol az asszonyé. Én nem tudom, hogy van ez, ki hogy csinálj, de mindig a nők döntenek. A vaddisznó csapatnál nagyon tetszett az, hogy a lányok kintről mondták, mit kéne bent csinálni fiúknak, ez olyan jól nézett ki. Persze egy Európa-bajnok taekwondo mester az egyik irányító, tehát mire gondolunk, én is úgy állnék, mint a kis angyal, hogyha engem irányítana.